Na látjátok, a vései most már annyira elkésett, hogy ide se ért. Ez itt a hajóágyú, sziasztok. Mondtam nektek a múlt héten, már mondtam, hogy olyan kevés a pénz, hogy sosem elég mind a négy ember. Nem, figyelj, ne hazudj. Az a gáz, hogy mindig a vésé gyűjti. Tehát az a helyzet, hogy múltkor kicsit túltoltuk a meleg embertársainkról való beszélgetést, és most a vései szilenciumra ítéltük. Én LMBTQ elipólóban vagyok, ugye? A Megadja Gábornak meg van egy új tornacipője. Tényleg ez új? Az régi. Átbasztak egy használta. Na. Nincs, semmi, csak a prológus volt. Nincs a vései, mert máshol több pénzt tud keresni. Ennyi történt, semmi extra nem történt. Tehát az ő kultúrájában ez természetes. Na, most milyen nyugodtan beszél, hogy nincs itt a Laci. Mert amúgy szoktam izgulni. Elkezd itt vádaskodni a szerencsétlen nincs telen tónk lelédét nagyanyámmal. Figyelj, ezek a tengerjogászok, ezek mindig magabiztosak. Patya. Micsoda? Csak mondtam, hogy a tengerjogászok azok mindig magabiztosak. Na. Orbán Viktor kritikusa a magyar soros elnökség elleni fellépésre szólította fel az EU vezetőjét. Guy Verhofstadt, belga politikus, Orbán Viktor miniszterelnök egyik fő kritikusa szerdán a közösségi oldalán felszólította az európai vezetőket, bojkotálják az Európai Tanács közelgő budapesti ülését. A volt belga miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a magyar kormányfő georgiai akciója óta látszik, hogy Orbán Viktor egyenesen a tekintélyelvűség ügynöke. De mit csinált Georgiában, ami Grúzia egyébként magyarul? Ott van, tekintélyelvűség ügynököskedett. De hogy? Vagy ezt most láttam valami földodájékoztatóan? Hát volt ezt egy választás. Tudom, mit csinál a tekintély parancsol úgynak, így mászkál itt Tbilisi utcáin, és akkor Tbilisi. Mit tudom én egy csehszlovákon, nem tudok semmit kimondani. Azt mondtuk, hogy krük. És akkor tudod, így ügynökösködik, és dehogy mondom ki. KRK. Na, szóval így lát egy embert egy ilyen kalapban, és akkor oda megy hozzá, hogy uram, önnek tekintélyt parancsoló süvege van. Gratulálok. És akkor na. De hát a csávó az a hogy hívják, Irakli, nem tudom ki, ez a grúz, hogy hívják az argentin... Pont úgy néz ki. Megláttam a figurát. Milei. Én is azt hittem olyan először, hogy vele beleszed. Először megláttam a jézében, na már ennyire nem dolgoznak, már képszerkesztőre sincs pénz, így beteszik az argentin látszőjész, és bolondnak a képét, de nem. Hát az ugye, hogyha valami elhasar az ottani Milei, akkor mehet kormányzónak valamelyik ukrán tartományba, úgyhogy... Tehát ez is, nem is tudtuk, hogy a Lebensben a programban ilyenek is készültek, nem csak véseik. Csak véseik van. Orbán Viktor több, mint Putyin hasznos idiótája. Georgiai akciója óta tudjuk, hogy ő egyenesen a tekintélyelvűség ügynöke. De mit csinált? Tehát most mondta el az Ambrózi, hogy ott... Megdicsért az embereket, hogy milyen tekintélyt parancsoló kalpagot hordanak. Nem, ez nyilván, tehát ezt tudod, mi ott volt még a nyílt seb rajtuk, hogy megint az nyert, akit nem őt akartak, ők nem akartak, és akkor az Orbán egyből kirohant, még kis sót szórjon ott a sebekbe. És az annyira sikerült, hogy a Guy Verhofstadt mind a 1000 süsű fogával fel is hordított. Amúgy végül is jó. Amúgy mit fognak csinálni az emberek? Mert tudod, amikor nálunk volt a rendszerváltozás, akkor egy csomó változtatás, akkor egy csomó ilyen orosz tanárnak így gyorsan ilyen 3 hónap alatt, egy nyári született alatt meg kell tanulni angolul. Ja, 2 leckével járt előtte. Mindig. Körülbelül, igen, de hogy most mi lesz ezekkel az Orbán kritikusokkal? Tehát ugye vannak az Orbán kritikusok, meg a Magyarország elemzők, vagy elítélők, vagy a jelentéstevők, hogy ezeknek ugye mi lesz a munkájuk, amikor miután Trump nyer? Hát én ettől nem félek, hogy munkanélkül maradnak, mert a NED az folyamatosan csurogtat. A NED az nem fog nekik csurogtatni ezután pénzt. Dehogy nem. Nem, a Trump ezeket ki fogja rúgni, nyilván nem fogja őket kirúgni. Tehát ez egy az útszélén hagyni, csak átvezéli őket mondjuk a mongol alosztályra. A saját külügyminiszterét nem tudta kinevezni a múltkor. Hát az előző kör volt, de ebből most tanultak. Most biztos más lesz. Biztos más lesz, hát nézd, most a normális alelnöki jelöltje is most van. Ez most más lesz. Ez most a Magyar Péter most tökre más, mint ami eddig. Eddig 200 évig így volt, de most majd a Trump. De ebben egy csomó interjúban beszélt erről, meg rá is kérdeztek, hogy hát, hogy az előző
elnöki ciklusáról, ugye mi nem sikerült, és ő pacekba belemondta, hogy rengeteg hülyét neveztem ki, tehát ugye nem volt párt mögötte, a republikánus párt az nagyon finnyásan állt hozzá, és az alelnökértől kezdve nemzetbizonytalansági tanácsadója, a John Boltonon kívül, ugye mindenkiről elmondta, hogy hát ezek mind seggfejek voltak, de nem tudott kihez nyúlni. Most meg a republikánus párt 99%-a felsorakozott mögötte. Akik ugatnak, hogy no Trump meg ilyenek, azok már mind partvonalon kívül vannak. Nem is indulnak a szállítási helyekért. Igen, és miniszter úr csodálatos sorozatot, abban vannak ilyen alapvetések, hogyha egy politikus valamiről beszél, azt nem akarja megcsinálni, és fordítva. Tehát, hogyha valamit meg akar csinálni, arról nem beszél. Tehát van egy ilyen fordított arányosság. Tehát sok sikert a Trumpnak, én örülök, hogyha ez így lesz, de nem látok rá sok esélyt, hogy a külügyminisztert azt ő fogja választani, mert azt majd a külkapcsolatok tanácsa kinevez, hogy egy 30 bagolyot összeül, és akkor kitoljanak valakit, aki külügyminiszter lesz, és akkor... Én optimistább vagyok. De most szemem előtt is... már megvan a kép, hogy amikor kijönnek a választás eredmények, akkor Pressman, tudod, így bámul a semmibe, esetleg a tábortűzbe, mint a eleink a vérszerződést megelőzve, ugye a Franco Nero filmben. Valamilyen búzzene szól. És lesz igen. Csomó torna cipőbe. De most figyelj, Ró, kirúgja a lányok, ideig fogjuk hallani a nők sírását a Gocs Durbarból. Eltűnt az alfa hím. Tehát kirúgják ezt a szerencsétlent, rendben ide küld egy ilyen Kornstein, vagy hívták az előző osztályt. Ide küldi, és akkor a mögötte levő 50 ügynök, aki itt dolgozik a Szabadságtéren, az ugyanaz lesz. Ez nem így lesz, figyelj, majd ugyanúgy csurgatják majd a Magyar Hangnak, a Fülesnek a 10 millákat, hogy ezért legyen szomorú. Nem. Hát dehogy nem. Figyelj, hát az adminisztráció az így olvas a jelekből, amikor meglátják azt, hogy a Trump beiktatási ceremónián ott lesz az első sorban, ott fog ülni az Orbán mögött a Melanie Trump, mert tudod, az csak családtag. És akkor azért rámegy a kamera az Orbánra, aki így fog nézni, tudod, my boy. Azért a külügyminisztérium munkatársai tudják, hogy kikhez kell lojálisnak lenni, és az nem Trump, hanem a 74 darab ürgyéküllő, aki ott... De megint a Trumpos idézette, hogy ezeknek az embereknek lehetőséget fog adni, hogy aktivistaként folytassák a karrierjüket a civil szférában. Hát, na jó, de most... Ezt ő mondta szó szerint, hogy a Tbilisi-be ezek ilyen szép álmok, hogy elmész megreformálni a magyar futballt, és kirúgsz minden embert a magyar futballból, és akkor már csak... Hogy kell mondani? Tbilisi. Tbilisi. De miért tesznek két más hangzót ilyen közel egymáshoz? Hát vannak ilyen nyelvek. Azt mondta, hogy Pszkov. Azért, mert fent élnek a Kaukázusban, senki nem ment oda felpofozni őket, hogy magánhangzó. De nem az oroszok. Ja, tényleg. Ja, igen. De az oroszok nem a magánhangzó miatt mentek oda. Na, szóval oroszok azért tudom, amikor az egész azért Moszkva egy emberként felháborodik, hogy más a hangzó torlódás. Most már szétbasszuk őket. Ugye ott vannak ilyen SC, ez egy imádott betűjük, ugye? Ugye Borscs. Azt is kikérdezik. Nekik van mentségük, állandó részegek. Állandó részegek, igen. Szóval ez egy szép álom, hogy kirúgja a teljes külügyi apparátus, de hát ez nem így működik sajnos, hogy kirúgod az összes béna magyar futballistát, mert akkor senki nem marad futballozni, tehát ennél azért szofisztikáltabb itt a rendszer. Miért most van olyan ember, aki ért a nemzetközi kapcsolatokhoz? De nem tudsz kirúgni 40 ezer embert a külügyminisztériumból, mert az azért irreális a hangzó terv, tehát hogy semmi mással nem kell foglalkozzon az következő 4 évben. Csak ez nagyon rossz érve. Külügyminisztériumi munkatársakat. Ez olyan, mint befejezi, már újra választás lesz, aminől már nem indulhat. Figyelj, ez olyan, mint amikor nem tudom én, a szemetes zsák gyártó cégnél azért nem rúgsz ki senkit a HR-től, mert akkor megszűnne a termelés. De nincs ilyen. Hát, de most az, hogy kirúgsz 62 darab melegjogi aktivistát a külügytől, attól még külügy van. De 40 ezeren. Akkor 40 ezer melegjogi aktivistát kirúgsz onnan, akkor mi történik a nemzetközi kapcsolatokban? Hát, tulajdonképpen, hát ezt nem tudom, hogy egy nagy követségen azért, mit tudom, hogy kereskedelmi attasék meg ilyenek, azok lehet, hogy azért ilyen szakdolgozók, tehát azt lehet, hogy nem kéne. Így annyi lesz, hogy tudod, kicsit a földtől eltávolodva, így azt fogod így hallani a föld tányér különböző pontjáról, hogy kopognak a szemek az éjségtől, de ilyen lakásszínházak környékén. Némi igazságot, hogy ez a szociológus sztrájkhoz mérhető károkat okozna a normális emberek működésében. De hogy így egyszerűen annyian vannak, hogy ezt nem lehet ilyen szempontból. Tehát ezt jó pofa, hogy mondja a Trump, de ezt nem fogja megcsinálni.
Tehát menjünk, vegyük át az ELTÉ-t, és rúgjuk az összes kommunista tanárt. Én bízom benne, mint az a kis Pest poszt szerzésében. Látod, Békés Csaba? Hát egy-egyet sikerült összekalapálni, ahogy láttam. Láttad a vasas, azért, vasas, gyírmott vasast? Az volt a futball. Sajnos láttam. Nem. Sajnos ott ne voltam. Nézd ide. Na. Amit nem láttam, az a Csákvár elleni meccs volt, azon is ott voltam, igen. Csak nem láttam. Na, hát sok sikert Trumpnak, de azért irányos szerintet tervetet nem kell szövegetni. Jövő héten már akkor. Ja, jövő héten már meg is lesz az eredmény. Illetve a halottaknak a... Igen. Hát igen, az a baj, hogy most vannak felmérések, de általában a halottakat nem kérdezik igen. Meg a közlemi kutatásból. Megkérdezik, csak nem tudnak válaszolni. Ők csak szavazni. Szavazni mennek el. És hát azt az előző választások példájából tudjuk, hogy a halottak többnyire demokrata szavazók. Hát, ez nem többnyire, hanem csak. 150%-ban demokrata szavazók. A bukik ugye kétfajta számot néznek meg, amikor ugye lehet náluk fogadni a győztesre. Az egyik az országosan, mi a egyik meg másik jelöltnek a népszerűsége, mert abból már lehet következtetni általában, vagy az elmúlt pár választáson mindig az volt, hogy a rezidens demokrata jelölt az országosan népszerűbb volt, mint a republikánus versenytársa. Ennek ellenére azért jó párszor a republikánus nyert. Például országosan Trump 2016-ban kevesebb szavazat kapott, mint a keleti parti boszorkánya Clinton, és mégis nyert azért, mert hogy ugye az államoknál ugye jobban jött ki neki a matek, és akkor több elektor kalandor tudott szerezni. És most nem tudom, mióta 20 vagy 30 éve az első az, amikor az országos felmérés és a Trump már megelőzte a nyugati parti boszorkányt, mert ugye a Kamala az San Franciscó-i. Fúj! Ja. Hát és akkor ő szabadon szarik az utcán, vagy hogy van? De most, mert most azt mondták, de egyébként nem tudom, még egy-két héttel ezelőtt, vagy egy hónap ezelőtt még jobban állt a Kuméla, nem? Mert állítólag nagyon szar a kampánya, meg hogy így nem, aha, nem. De a kampány szar, vagy ő szar? Mindeket. Hát de most én végkövettem. Hát, mert megpróbált elmondani a négereknek, hogy ő néger, nem? Hát és ezt a négerek egy része ezt kifogásolta, hogy akkor az látnánk, hogy néger vagy, mert ez is sötétlen a bőrön, és nem az. Volt egy ilyen nagy fellélegzés. Tudod, a oda megy a rapperek közé, hogy egy vagyok közületek, és a rapperek mondják, azt megnézném. Mert egy Geszti Péter, tudod? Geszti Péter már mint a Gran Torino-ban, amikor nem, mondja, nem. Hogy nem vagy a tesójuk, bozd meg. Yeah. Mi az, hogy tesó? De ezt így képzelem, az, amikor a Harlemben kimegy, és akkor ez egy kis levágott ujjú kesztyűbe, ő is, hogy az olajos hordóba kezdett melegíteni a fekák közé a Noár. És még így, amikor ránéznek, még így vissza is néz, hogy hi bro. És utána így a kép elmegy, csak ilyen pif-pap-puf-puf-puf, au-au, nyek, ilyen hangokat hallasz. Jaj, de édesem. Na, szóval a Kamala Harris, ugye hát hirtelen nagyon belelkesültek a demokraták, hogy megszabadultak a világtörténelem legfiatalosabb, legnépszerűbb és legokosabb elnökétől a következő 4 évre, ugye Bidentől, és akkor hirtelen mindenki azt mondta, hogy persze imádjuk Kamalát, de utána szembesült azzal a balos csicska média, hogy akkor fel kéne építeni elnökjelöltként a Kamalát, és mi az, amit Kamala tud. Hát semmi gyakorlatilag, tehát intellektuális. Tehát most megpróbáltakoztak azzal, hogy ő néger, de kiderül, hogy nem tudja, mert nem az. Nem, az a gyenge próbálkozás volt az, hogy néha mindig legalább elmondják, hogy nő meg néger, de ez inkább a kétségbeesés, de 2 hét gondolkodás után arra jutottak, tényleg az összes ilyen demokrata Finkelstein összejött egy kígyófészekbe, vagy kitalálják, hogy mit csináljanak, mit építsenek a Kamalából, és az lett a megfejtésük, hogy Kamala vidám. Igen, és akkor folyamatosan így vigyorog, meg vihog, mint a Kunhalmi Ágnes, de hát ezt Amerikában sem. És a Trump meg olyan zavaró... Meghívott hamburgerezni? Nem. A Trump meg olyan sötét, olyan borongós gondolatokkal jön mindig, hogy vám, jaj, fáj a fejem, meg háború, nem! Kamala jó, meg Kamala vidám. Nézd, táncol! Én egyébként szoktam nézni ugye amerikai futballt, meg jégkorongot, és a politikai hirdetések, amik mostanában vannak, azok semmi másról nem szólnak a két oldalban, mint hogy a másik milyen. Kamala Joy. Ja, igen, persze. De az elején úgy tényleg negatív kampányban. Negatív kampányban. Tehát már ezzel meg sem próbálkoznak, hogy a Kamala jobb, hanem hogy a Trump az meg micsoda sátáni alak. De a Trump is ugyanez. De ez azért volt, mert az első üzenetük, a pozitív üzenetük ugye az volt, hogy élvezz együtt Kamalával. Igen, és erre kevesen voltak. És valahogy a választópolgárok úgy voltak vele, mint a gyaloggalopnak a vonatkozó jelenetében, hogy apa, én nem akarom már csak táncolni, meg énekelni, és akkor kibaszta az ablakon. Nagy Kamala is idáig.
jutott. Tehát volt az régen a South Parkban, hogy gennyes tusvet, itt egybe sikerült a kettőt. Ja, tehát itt abba egy... voltak a petások, nem? Igen, abba is voltak. Abba voltak. A petások sok részben voltak. Na jó, de ez a másik gecét, ez is, tehát ez a Biden, az tényleg a bad grandpa. Azt direkt trollok, hogy direkt bassza szét a Kamala kampányát. Tehát már éppen majdnem fogást találtak volna, mert a Madison Square Gardenben lévő Trump nagygyűlésen elhangzott egy vicc, és tudod, akkor kössünk bele, mert azt mondták Puerto Rico-ra, egy úszósziget. És ezen minden Puerto Rico-i megsértődött. Ja nem, ők nem, de az összes fehér középosztálybeli nő megsértődött az Egyesült Államokban. Márta Svinyárdot vérig sértett, hogy mit mondtak Puerto Rico-ról. Tudják, hogy hol Puerto Rico. Az olyan, mint Márta Svinyárd, csak fordítva, hogy az a fehér nem léphet be. Igen, én tudom, hol van Puerto Rico. Hát mi is tudjuk, de mi nem vagyunk amerikaiak. A rumok között. Igen, mondhatni. Igen. Havanna alatt van. Igen. Egy polccal Havanna alatt. Egy polccal Havanna alatt. Ez majdnem olyan, mint hogyha a nem tudom, második kerületi Bauhaus villába az értelmiségi összejövetel felháborodna azon, hogy, hogy a borsodiakról mit mondtak. Nem, felháborodik az, hogy valakinek nem tetszik a cigányzene. Na, és akkor már majdnem fogás volt a Trump kampányon, akkor erre megszólalt Biden, hogy azt mondja, hogy nem, hát a Puerto Rico-oknak nem szabad ilyeneket mondani. Ez csak a Trumpnak meg a szemét választóinak vicces. És akkor hoppá, végülis csak 100 millió embert szemetezett le. Aha. Másnap Trump rögtön beült egy kukás autóba, hogy én pedig a szemetekkel vagyok. Tehát egy óriási. Meg a és figyelj, a demokrata párt most mit mondjan erre a Biden elszólásra, hogy jaj, ne foglalkozzatok az öregei mentálisan sérült. Ja, hogy ő az elnökünk, és eddig tagadtuk. Tehát így az lett a megoldásuk erre a Biden-féle elszólásra, hogy ez hova megyünk a hétvégén? Hát ez még mindig visszafogottabb, mint amikor csúcsos lepedőt húztak, és úgy oldották meg a problémákat. Láttam, hogy csúcsos lepedőt, csak azt nem látod, mert ők vannak alatt, azért húzzák rá a lepedőt, hogy ne lásd, hogy ők azok. Nem a republikánus pártnak a szervezet ennyit csináltak, nem? Nem. Nem, hanem a másik. Hollywoodból kicsit ezt érzékeltek. A Redbás tusnak a szervezete, nem a Gennyes tusnak. De itt volt még egy izé, a Georgiát akkor hagyjuk, nem? Az két hír hát, is volt róla. De igen, de most mi történt? Ott nyert az eddigi kormány. Tehát Trump nem semmi. Biztos, igen, Trump nem biztos, hogy megnyeri. Hát nem biztos. Orbán Viktor irakli kurva jó neve van. Georgiai hát miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót, melyen kiemelte, hogy szabad és demokratikus választáson nyert a georgiai kormánypárt, és nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy választási csalást emleget az ellenzék. De sajtónyilváros eseményen ugyan újságírók részt vettek, de kérdések feltevésére nem adtak lehetőséget, viszont a nyilatkozatok befejeztével többen bekiabáltak, és azt kérdezték a magyar kormányfőt, hogy Magyarország egyedül is tudja garantálni Georgia Európai Uniós tagságát. Egyedül? Nem. Mert ratifikálni kell az összes tagállamnak. Segítettünk a fogyatékkal élő újságíróknak, hogy a 6 éves gyerekeknek szóló kérdést is egyedül be tudsz-e vinni egy 27 fős társaságban? Nem. Köszönjük akkor, hogy feltetted a kérdést, a következő kérdező a házi sertésről fog kisebb eszét összehozni. Tehát most annyi történt, hogy nyert az eddigi kormánypárt, és ha jól értem, az elnök, aki hát dehogy soros ügynök, csak ugye Európa párti, uh-huh. Az nem akar kormányalakítási megbízást adni az eddigi kormánypártnak. Ezt jól értettem, ezt a hírt, hogy valami ilyesmi volt. Ugye az Ausztriában is probléma, hogy uh-huh. Az osztrák elnök nem hajlandó a győztesnek kormányalakítási megbízást adni, és a második, harmadikat kérte föl, nem tudja, a többségük egyáltalán. Uh-huh. Tehát, hogy aki nem tetszik, annak nem hisztéria. Adok. Hát ez most, figyelj, most akkor, ez nem tetszik, hanem ez a hisztériának, meg ez a politikai, nem tudom, a politikai teletábbi körülbelül lesz, hogy nem ad kormányalakítási megbízást, azt egy idő után annélkül is lehet kormányt alakítani, úgy tudom, nem? Hogy valami persze, három hát, hogy először a nyertesnek odaadod a megbízás, hogy alakítsák kormány, nem jön össze vele, akkor jön a következő. De ugye most akkor a hisztéria, hogy nehogy a szélső jobb oldal bármiféle pozícióhoz juthasson Európában, hogy már részt a gesztus sem teszed meg nekik, hogy... Jó, hát akkor... Hát ennyit a demokráciáról, mármint az ő demokrácia felfogásukról. Ezek, kérek szépen, büdös kommunisták. Na, jó szar lett a GDP adat. A Orbán hibája, vagy esetleg megint Portugália csinált félre valamit?
Igen, hát nagyon mindent sültettek a paradicsomra, de sajnos idén nem jött a termés. Kína nyomta őket. Szerintem, hogy hagymát termesztettek mindenféle. Igen, fehér orosz. Azok nem a portugálok. A hagyma az egy másik kultúrkörnek. Igen, hát jó szár lett a GDP adat, állítólag majd a következő jobb lesz, ezt bárki mondhassa, ugye? De hát ez nem túl szívderítő. Viszont ha jól értem, akkor most már hivatalosan is az a politika, hogy valahogy el kell itt szakadni utolsó egyetlen csatlósunktól és legnagyobb szövetségesünktől. Portugáliától? Portugáliától. Hát ugye nem tehetünk mást, mert ugye ezek éppen tönkre mennek. Aha, és most akkor Kína lesz az új fegyverbarát? És őket, hát mi a fasz őket bízták meg önmaguk tönkretételével, mert ezt elég jól csinálják egyébként. A legjobb emberhez fordultak. Annika egy írásos parancsot, le kell pecsételni egy sassal, és egyetlen német se fog élni a következő héten. Szisztematikusan elviszik, és már elgoldják a dolgokat. Szóval nagyon vicces, amikor a Telexben kell már ilyen cikkeket olvasni, hogy az Orbánik nagyon elkúrták a gazdaságpolitikát, mert nem nyitottak eléggé keletre, és túlságosan hozzákötöttük magunkat Németországhoz gazdaságilag. Hát bazd meg, az elmúlt 14 évben pont azt olvastam, hogy a keleti nyitás az haza egyenértékű, vagy egybevágó a hazaárulással. Ugye, és Magyar Péter, nyugodt még mindig sokkal előtt Magyar Péter még 23-án itt tartott, legalábbis a beszéde elején. A végén már nem. A végén már nem, igen. A végén már mindenkivel barát volt. Hidat akart építeni egy folyó fölé. Igen. Szóval hihetetlen, hogy a keleti nyitás az nem volt elég sikeres, és nem volt elég előteljes, és nem szakadtunk el időben a német fegyverbarátainktól, ez Orbán hibája. Ezt a Telex meg a G7 gazdasági, nem tudom én, gyerekmagazin ezt írta. Hát én is megdöbben az ember ezen a pofátlanságtól, mert hogy is mondjam, ezt még a románok is szégyenlősebben csinálnak ezt az átállást. Lehet, hogy majd hálózatosítanak a románok, és jönnek ide építeni kapcsolatokat, meg közös intézményeket csinálni a Telexnél, hogy kell átállni. Átálláston. Na, megyünk tovább? Mehetünk gyorsan. Még gyorsan. Nekem nincs, gyorsan haladunk. A végén vannak az igazán. Az a baj, hogy nincs itt a vésé. A következő hírhez kellene a vései. Az Index értesülései szerint mandátuma lejárt, tehát követően nem marad a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élén Parrag László. Az MKG közülésén az utódjára is fényderült nagy elek, a budapesti kamara elnöke veszi át a helyét, aki korábban már részletesen beszélt lapunknak a kettőjük között feszülő szakmai ellentét hátteréről. Hát, az másfél csávó, másodperces igen. Csendet szeretnék kérni. Ez az a kérni, csávó, aki le tudja húzni a véseit, ugye? Igen. Ez azért nagy... Igen, még mindenkit. De még volt ő az, aki azt mondta ugye a Kata beszántásánál az egyébként dolgozó embereknek, hogy menjenek vissza a munkaerőpiacra. Hát, bazd meg. Na várjál, volt a mindjárt megkeresem a... Menjenek a vissza az elsődleges munkaerőpiacra. A Hontposztját azt láttátok? Igen. Erről a... Esküszöm, megkeresem, bazd meg, az kurva jó volt. Te raktad be a közösbe, láttuk. Ja, be is raktam. Na, mondom most, mi következik, ez a Hontnak a posztja. Rájön, hogy nem leváltották, hanem önként lemondott. Ad egy interjút a Partizánnak, amelyben arra a kérdésre, hogy mi az alapélménye a kötelező kamarai tagdíja kapcsolatban közli, ő mindig is ellenezte azt, csak kötelezték, hogy helyeseljen. Amikor Gulyás Márton emlékezteti, hogy a közalkalmazottak béremeléséről szólva korábban ezt mondta, a bérezés mellett a dolgozókat, azon belül a tanárokat és a tűzoltókat más is motiválhatja. Az előbb hát azért most itt az előbbéknek ott... Várjunk már meg egy pillanatra. Igen, de hát hogy mondjam, bazd meg, azért úgy szeretnének ők is pénzt keresni ám, tehát attól, mert reggel 6:40-re kell bemenni a tűzoltóknak, hogy valami hát, ilyesmi. Hát általában. Nyilván de, nem azért jár be, hogy milliókat keresen. De nem, de... Fia, hogyha pénzt akarsz a munkádért, akkor nem is akarod igazából ezt a melót elvégezni. Ez kétség, de én imádom ezeket a céges... A munka és a pénzkeresés, ez kicsit elválik egy. Ez ilyen kifogása, csak pénzért ezeket akarsz dolgozni. Ezeket a céges megfejtéseket, hogy összehívnak, minden dolgozat összehívnak, és akkor kérdezik, hogy mivel tudnának téged motiválni, hogy a csapat, mert mondom, engem pénzzel basznak. Az, hogy karácsonyi bulit szervezel, van családom. Igazgató bácsi. Karácsonyozom. Igazgató bácsi. Csapatépítés. Igen, nem a csapatépítés. Hogy egy vállalati himnusz szeretnék, és igen. Talán tehát még a reggeli torna.
Tehát van családunk, van, tudunk karácsonyozni, vannak barátaink. Csapatépítőt lehetőség szerint hétvégére, az nagyon fontos. El tudunk menni inni másokkal, hogyha érdekel hogy minket igen, az illető, igen. Tehát nem kellettek nem, hozzá. Nem, csak kollégákkal lehet inni. Nem. Meg a főnökkel. Igen. Ebben a helyzetben, tehát ez mind nem. Viszont, hogyha a családomhoz mennék azzal, hogy szeretnék pénzt keresni, akkor hülyének néznének, hogy mi van, bazd meg. Tehát egy cég, bazd meg, az pénzt adjon, és minden mást azt hagyjuk. Jó, de az a lényeg, nem... hogy ott a közelebb kerültek egymáshoz nem. A kollégákkal. Hát, a közelebb kerülünk, majd munka után közelebb kerülünk a kollégákkal. Lesz tagadhatod, hogy kapsz idő vagy. Hát én ilyen rohadt kapcsolja vagyok, hogy a munkahelyen pénzt szeretek keresni, és ahány munkahelyen ezt voltam, mindenki így hüppögött, hogy hát, de hát idehoztuk nektek ezt a coachot. Mondom, köszönöm, bazd meg, megtudtam, hogy akkor a kék, a zöld, meg zöld, most ezt megtudhattam tőle, 75 ezer forint plusz áfáért ezt itt és elmondta. És mit gondolsz, hogy javíthatnál az életminőséget? Hát úgy, hogy azt a 75 ezer forint plusz áfát én kapom. De emlékszel, tudod, mint a Pesti tévében, akkor, hogy kéne valami fizetését kapni, tehát tudjátok, mennyibe került a díszlet? Igen, tehát ezeket a dolgokat én szeretnék a cégvezetőknek ingyenes tanácsot adni, adjátok a pénzt a dolgozóitoknak, és akkor ámen. Tehát nem kell se himnusz, se karácsony, se lúfasz, semmi. Nekem semmi nem kell, csak pénz. Engem meg lehet vásárolni, ilyen egyszerű. Béren kívüli juttatás, meg a céges kokkián maximum. Nekem az se kell. Na várjál, mert van folytatás, tehát hogy mi az, ami a béren kívül van. Az előbbieknek ott a szabad nyár, délután 4-kor hazamehetnek, a tűzoltókat pedig a társadalmi megbecsültség és az adrenalin löket motiválhatja. Ilyenkor mi számít a paraglászó egyébként, hogy a tűzoltóságon nem hangzik fel az édesanyjának a neve? Ebben igaza van speciál, igen, a tűzoltók tényleg megbecsültek ilyen szempontból, igen. De azért az, oda mész egy tűzoltóhoz, figyelj, nem kereket pénz. Hát megbecsült vagy. Kártyák a bódban, tudod, hogy elmegy a tűzoltó vásárolni, és igen. Akkor azt mondja, hogy hát nekem nincs pénzem, de kurvára megbecsült vagyok, nem adtok nekem most üzét. Voltál a körgyűrön, tudod, én elgurult fejeket összeszedni a baleset után, még fizeszte is is akarsz. Hát kinek van még rajtad kívül ilyen izgalmas munkája, fejeket kell keresni, bazd meg, egy tömegkarambol van, te hülye. Na és akkor idézet vége, rávágja, hogy ezt a Karmelitában fogalmazták, és egy dublőrrel olvastatták fel. Azokra a közösségi médiában... Amit ezt a Hont írja, igen, ezt a Hont írja, igen. Azokra a közösségi médiában felmerülő kérdésekre, hogy eddig mit csinált, kommentben egyenként azt feleli, hogy jól fizet a nagy elek. Na várjál, következő, ezt imádni fogjátok. Egy körtére kísértetiesen emlékeztető mikrofonálványnak adott interjúban meglebegteti, hogy másnap nyilvánosságra hoz egy felvételt, amelyen elhangzik, Nagy Mártonék személyesen húzták le a pedagógus béreket, és ha ez kiderül, a kormánynak nincs más választása, mint hogy lemond. Uh-huh. Nyilvánosságra hoz egy felvételt, amelyen a felesége, unokahúga azt mondja, hogy nagyék elhúztak. A következő pillanatokban influencerek ezrei tesznek közé videókat, hogy ilyen ütős felvételt még nem hallottak, és a kormánynak meg kell mondani. Országjárásra indul, és minden állomáson őt üdvözlő már Bajnainak, Vonának, MZP-nek is csápoló közönségről a színpadról ügyesen készített fotókat tesz közzé. Ilyet még nem láttunk. Kiállt föl több száz liberális értelmiségi, végre megmozdult valami. Csepeli György ódát ír a férfiasságára. Kornis Mihály romantikus portrévázatot tesz közzé az élet és irodalomban a Kamara Manról, akinek elege lett a NER-ből, és harmadnap eljött lelkeinkért. Államférfit keresek, nem szeretőt. Posztolja Mérő Vera a Tinderen, illetve a Facebookon. Egy csodálatos jogvédő, akinek hozzám hasonlóan fingja nincs arról, hogy mi a jog, de végre valaki erőteljesen kiáll a nőkért, és az empatív beszédért folytatja bejegyzését, és aki mást mond, az egy büdös kurva szögezi le. És a Robi az nem áll mögé, az nincs is benne, majd mondjuk a Honnak, hogy izé, hogy legközebb tegye be. Egy patináslap előássa egy korábbi nyilatkozatát, mely szerint ő mindig Jaguárral fog járni. A kommentelők bedöntik a szerkesztőséget, amely zavarában kompenzálásként exkluzív fotósorozatot tesz közzé a lángosozásáról. A finanszírozási nehézségek miatt és az állami támogatás hiányára hivatkozva gyűjtést indít a kis és középvállalkozók körében. Most mindannyiunknak áldozatot kell hozni, hogy egy rendszer váltást követően már senki se szenvedjen a kamarai harcoktól. Szavaj egy fórumon. Miközben telefonjára pillant, hogy megjött a bankkonzorcium alapkezelőjének utolsó utalása, és hogy az újlipótvárosi kisnyugdíjasok önsegélyező köre befizette megtakarításait a rendszerváltókártyára. Megjött és befizette. Az Ávdiácus kutató
Szabdiákusz Kutatóintézet által közzétett felmérés szerint a magyarok 197%-a őt látná szívesen fontos gazdasági szerepben. A Tiszapárt bejelenti, hogy a spontán pályáztatások eredményeként megtalálták az új kurzus gazdasági miniszterét. Azért nem jegybankelnököt, mert arra fél év múlva és hasonló menetrend után lesz más jelentkező. Amen. Ja, Istenem. A szépen az egész. Persze, még véletlenül sem. Na mindegy, szóval nagyon meggyászoltam ezt a csávót. Csak most visszamegy a munkaerőpiacra? Az a baj, nem tud katázni. Hát, ne, majd tűzoltónak felveszik. Ott nem pénz, de megbecsültség, meg adrenalin. Nem pénz, pénze már úgyis van, megbecsülik. Megbecsülik, igen. Ja, Istenem, na. Én egyszer kaptam pénzt a paraktól. Na. Azt hogy csináltam? Mi a franc? Fordított nap volt. Addig ne fordított nap. Hogy milyen voltak? És tudjátok, mit csináltam neki? Na mit? Mit? Szociológus kaptam. Akkor tényleg lefúztad. Azért nem vagy semmi, hallott. Ja, ezt elismerésem. Elismerésem. 56-nak is sikerült mellélőni a lelki fájások közepette. Mi a halál ez? Választást nyerniük egyszer se sikerült a kommunistáknak, de olyan jól sikerült a bolsevik diktatúra, 1956-ra szívből baloldalivá váltak a magyarik, és már nem a szabadságot és függetlenséget keresték, hanem az emberarcú cucilizmust. Vannak ilyen múlt heti parott hírek, amit még a Vésé rakott be. Ja, értem, és ez még onnan van. Akkor ez még az, hogy a... Ja, fam. Ja, igen, mert hogy baloldali forradalom. Nincs itt a Laci, akkor inkább beszéljünk a fociról, meg Magyarország vízrajzáról. Na, hogy mi van fammal? Igen, hogy? Nem, ez még a múlt, tehát az, hogy 56-ban mindenki baloldali volt, vagy valami. Igen. És aha, hogy nagyon baloldaliak voltak az 56-osok. Hát, aha. Nem tudom, hogy ez a Rákosi diktatúra első néhány éve után így mennyire lelkes baloldaliak voltak, de... Meg a Tanácsköztársaság emlékében még a... Meg a Magyar volt. Péter is elmondta a szénetéren, hogy az 56-os hősök mindenfélék voltak. Voltak köztük baloldaliak, voltak köztük jobboldaliak. Gyerekek. Voltak köztük fiatalok, voltak között idősek. Voltak között városiak, voltak közöttek vidékiek. Egyesek Budapesten laktak, mások a faluban. Csak volt Magyarország kisország volt, és mellette a szomszédja, a Szovjetunió nagy ország volt. Tehát az emlékezett politikával nem érdemes belemenni, mert ugye mindig van egy 4-4-4, ami beleköt. Tudod, hogy belekényszerítettek minket egy védekező típusú emlékezett politikába. Ilyen fel kell sorolni ilyen társadalmi csoportokat, hogy mindenki magára ismerjen, és akkor mindenki elégedett. Uh-huh. Jó, na, hát... Mi a hajóágyú? Vannak közöttük olyanok, akik szeretik az operát, nem olyanok nincsenek. Vannak köztük jobboldaliak, akik szeretik a németeket, igen. Nem olyanok sincsenek. Vannak köztük jobboldaliak, és vannak köztük, ja, nem olyanok nincsenek. Igen. Tehát ezt fel lehet sorolni. Ja, mert ezek benragadtak, gondolom, igen, hogy nem... Igen, bennmaradtak múlt hétről. Jó. Akkor de az... mik ilyen 56-os? Hát, inkább beszéljünk a Fanny Kertjére, de most nagyon benne vagyok, én végignéztem. Mi van? Hát a 444 új dokumentumfilmje. Te nem vagy normális. Megjelent, nem ő csinálta. Ja, ez az étel, aztán én nem tudom ki. A szopófantom befogad egy transznemet, valami ilyesmi. A kivert kiskutyát hazaviszi a vakra a kisfiú. A transzfívok erekerdőben így kezdődik, és akkor ott van. Na mi volt? Arborétumban befogadta azért, vagy hogy? Hát az meg egy öreg hajlékatlan bácsi kúrja a transzfiút, és ez egy meseszerű történet a 444-en. Tehát egészen elkerekedett a szemem, amikor ezt láttam. Tehát innentől a kőbánya, hogy szopófantom története újra van keretezve. Nem is baj, az meg leszopja valaki a csövest. Hanem az egy szép történet, az egy megható történet. Egész Belpest felállva tapsol azóta, hogy itt ez a társadalomból kirek... Hollywood már jelentkezett, hogy megzenésik. Igen, a társadalomból két kirekesztett személy hirtelen összetalálkozik a feltétel nélküli szeretetbe. Érted, tudod, a csávód, az öreg bácsika, az meg azért tarhál az úton, hogy hormontabit tudjon venni a kisfiúnak, hogy mellé legyen. Tehát egészen elképesztő. És na, ez megható. Ugye a Bayer szokta mindig 22-szer minden műsorban elmondja, hogy tudod, a modernitás az, amiből a rondából szépet csinál meg, ezek az ellentétpárokat felsorol, és sosem jegyzem meg, mindig elmondja újra, ezért felesleges most néztem részben tartani, Bayer... és ezt tényleg ezt csinálják. Most néztem, a Bayernnél kurva jó volt. Ez most nagyon tetszett, hogy Berlinbe azt vágtátok, hogy Charlottenburg vagy hol, tehát ilyen vérlipsi negyed, ahol zöld párti a vezetés, és akkor csináltak olyat, hogy fát ültettek, bicikliút, nem tudom mit, tehát húzták le a sávokat az útról, és akkor a tűzoltók, mindig velük van a baj, mert csak
pénzt akarnak mindenhonnan, de csak társadalmi megbecsültséget meg adrenalin. Azok így jelezték, hogy hát az a bicikli úttól kapják ott tök az adrenalin löketet. Mondták a tűzoltók, hogy ez tök jó, hogy fávánk minden, de ez így nem lesz jó, mert ott egy ötemeletes épület van, és kigyullad, akkor a második emeletig tudnak menni, és utána már bajok vannak. És Németország, hát befogadták a problémát, iktatták a zöld tanácsházán, és az lett a vége, hogy kilakoltatják a gecibe a második emeletet. Hát ezt szavaztátok meg, a németek, ez én imádom, bazd meg, hajrá. Deportálják a gecibe Lengyelországba mindegyiket, akik a második emeletet lakik. Deportálják. Így van, tehát amíg magukat nyúzzák, meg zsigerelik, addig nekem semmi gondom. Istenem. Meg is nézem. Ez kurva jó az, ilyen, amikor két tízés strásze közé szöges drótot húznak, és ott lövik egymást, amikor a másik át akar menni. Tudod, azok, vannak ezek a 5 perces kerületek, amit a Puzsért is, a Puzsér is akar, hogy az ember nem hagyhatja el a saját gettóját. Ez a Puzsér szerint ez így nem jó lenne rossz ötlet, hogy nem tudom, ezt tanulta a saját nagymamáját, hogy a gettó az jó dolog, mindegy. Maradjon csak fenn a hegyen, semmi gond. Nem jön. Igen, de lábához ne jön, hogyha ott van a Fidesz küldik. Igen, csak vissza is küldik, mert... Amúgy ez a paragnál kicsit leakadt. Ázsiai termelési módban. Hát, voltatok a múlt éte, és azt mondja, ilyen fasságokat, mi ellen tüntettek. Orosz befolyás meg az ázsiai termelési mód. Ezt el tud képzelni, bazd meg, hogy a, nem tudom, én a Putyin tárgyal valamelyik ilyen ázsiai vezetővel, és akkor és a megállapodás értelmében mindent az ázsiai termelési módnak megfelelően. Ez pont így néz ki. Képzeld de el, kérdezz hogy a, ki, hogy, mit, hogy és akkor mi az ázsiai termelési mód, és akkor a marxista fogja idézni. A izébe kéne, hogy megkérdett egy tüntetést, egy fő üzé előtt, tudod, aki meg este 8-kor is nyitva van, és szeretne főt eladni a vendégeknek, és a Puzsér oda megtüntette, hogy most már nem dolgozhatsz. Tehát ez a termelési mód az, ami nem dívik. Zárjál be, és menj haza. Azt azért megnézném, amikor ott az Arany Jánosnál a 79 éves vietnámi nénnek megmondja, hogy most már be kell zárni a klubot, nem adta több főlevest, úgy kiseprűzni onnan. A Robitól nem kapna akkorát, mint az ekkora kis nénitől. Nem, hogy a paragra csak egy gondolat erejéig eszembe jutott, hogy oké, hogy a tűzoltók dolgozhatnak csupán társadalmi megbecsültségért, de akkor parag mit ajánl az újságíróknak? Hát ez egy jó kérdés, igazam volt kártyát, az amúgy is van rengeteg. A társadalmi megbecsültséget nem? Hát azt nem kapnám, mert miért becsülnének meg téged a társadalom tagjai? Hát tudják, meg egy újságírónak nincs igazam volt kártyája. Nincs. Neked hát van? Szerintem nagyon helyes, hogy a társadalom nem becsül meg az újságírókban. Tulajdonképpen mit szeresünk az újságírókban, mondj egyet. Néha ebben mennek a kormányinfóra, amikor az Orbán van, és akkor megkérdezik, Röfi. Megkérdezik, hogy az mit kérdeztek? Orbántól mit kérdeztek, hogy bevinné az EU-ba Grúziát? Hát, igen, az egyedül, meg. Igen. Szerinted bevinném? Bevinném egyedül, csak még 26 igen kell rá egyébként, tehát semmi gond. Hát. De semmi baj. De máskor mindig azon nyekeregnek, hogy ilyen önállóan cselekszik a Orbán, mert kimegy ide. Na most ez volt az, hogy olja meg egyedül, nem? Azt hiszem a Borrell, vagy melyik nagy egy elítélte, hogy Orbán nem EU soros elnökként volt ott, csak magyar miniszterelnökként. Mondta az Orbán, és köszi. Most ez mit mondjak, bazd meg. Jó, igen. De kivaszott debilek. Azt néztem, hogy valamelyik Telex címlap, tehát hogy a címlapból nem tudom, volt ott 8 hír, és abból 6 hír arról szólt, hogy Orbán meg az oroszok Grúzia miatt. És ugye minden, tehát egy nem tudom, hogy 5 éves nem kisegíti iskolás gyerek is tudja, hogy egyik grúz sem orosz párti, meg orosz barát. Gecire utálja ott mindenki az oroszokat. Hát Grúzia 20%-át megszállás alatt tartják az oroszok. Ugye azt se értik egyébként, hogy az Orbán nem a Putyin barátja, de ezeket hiába mondod, mert mindegy, nem kapcsolódik. De az, hogy a Grúziában a nyertes pártot, aki egyértelműen nyugat felé akar orientálódni, az Európai Unióba igyekszik, csak mondjuk nem szeretne buzikat az iskolába, ez a legnagyobb bűnük, és ezért már orosz barátok, mert nem akarják, hogy Fanni kertje legyen az általános iskolából. És simán, tehát nem tudom, tehát ez a négy-négyes meg telexesek, mindig gondolkodom, hogy ezek pszichopaták, és direkt ennyire önfeledten hazudnak, vagy ennyire kibasztott udostobák, hogy így megnyomják a gombot, hogy Grúzia mától orosz barát, és akkor örömmel leírják, hogy Grúzia Putyin bérenc. Hát szerintem ez nem a válasz egyszerűbb, tehát ez a parancs érkezett. Dolgoznak. Ennyi. Igen. Ez a parancs érkezett. Ez fú, de nagyon nagy csicskák. Hát jó, mondjuk akkor oké, tehát ugye csicska nem lesz az ember, tehát arra születni kell. De ezek született csicskák. Hát van az a Vatkan ott a Szabadságtéren, ő elküldi a briefet, érted? És hát szerintem ő nem foglalkozik ezzel. Hát tornacipőjét írnak újságot. Igen. Azt a azért végzi a apparátus, amit nem fog kirúgni a Trump kedvéért. Szerintem sem.
Na, és még ez is egy múlt heti, nem tudom, hogy erről érdemes, de megkérdezték magyartól, hogy miben különbözik Orbántól, mire úgy kezdett beszélni, mint Orbán, ez a 444-en. Eddig kevesen értették meg, hogy miben különböznek valójában tartalmilag a Fidesztől. Egyszerűen ön nem egy fiatal Orbán Viktor, ez már volt a fegyőr is, nem? Na mindegy, egyáltalán nem. Orbánnal szemben ő nem Európa kritikus, majd hozzátette, hogy természetesen konstruktív és néha kritikus kapcsolatot szeretnénk kialakítani, de ez szerinte belefér. Nem kritikus, tehát, de kritikus. Amúgy különben a Fekete Győr az tényleg volt a fiatal Orbán, tudom, amikor Orbán belenézett a labdába, csak a fegyőr úgy maradt. Na jó, ez annyira szerintem nem érdekes. Igen, inkább rakjuk a famra. Azt mondja, Szarománia miatt betiltják... Ja, igen, képzeljétek. Szarománia miatt betiltják az Untermensch szurkolói jelenlétet Übernyugaton. Na, ez magyarul? Mi történt? Hát a bosnyák meccsen elhangzott a Szarománia rigúr. És? Na, szóval és tettünk hát... egy leíró kijelentést, empirikus adatfelvételen alakult, ez Szarománia. Szóval és komoly ezen... szociológiai felmérés igen, után. És ezen a buzi UEFA... Ezen úgy felháborodott, hogy akkor a magyar szurkok nem mehetnek Hollandiába. Úgy szerintem jó járnak, mert ez egy undorító hely az a Hollandia. Meg ugye át kell menni egy még undorítóbb helyen, hogy az ember eljusson az undorító helyre. Ha van jó kaja, mert bevándorlók. Hát, vagy Belgiumból mész, vagy Németországba válasz. Tudod, hogyan basszol ki egy ízével Hollanda? Hogyan? Akkor belenyúlsz a zsebedbe, és azt mondod, hogy van saját krumplim. Jaj. Na, szóval, és akkor szóval románézás miatt nem mehetnek, és a románokat ugyanezért, amikor szar magyaroznak, meg ki az országból a magyarokkal, meg szurolyra a magyar csecsemőkkel, meg ilyeneket skandálnak, meg undorító, amit a románok művelnek, akkor kapnak el 3 lejbírságot. Meg tudod, amikor ezével füzsgránát a fejbe baszták a bírót, aki kifeküdt, azért is csak ezért kaptak honvéd ellenünk. Ezért az kaptak, mint tudom én, 4 lejbe kellett fizetni. 11-es párbajba kiszoptak, de... Hát ott, le kellett volna fújni a meccset, és 3-ra nekünk írni, amikor kilövik a bírót. Na ott a helyi rendőrség azt mondta, hogy nem tudja biztosítani a rendet, és akkor igen, ott a bírónak azonnal le kellett volna fújni a meccset. Següket nézzük, előttünk járna. Szóval ennyi történt, hogy nem mehetünk Hollandiába szurkolni. Hmm. Illetve mehetünk, Geci, csak UEFA. Nem. És te, amikor ilyen hírek igen. jönnek sorban, akkor utána az meg a gusztustan balos sajtó leírja, hogy Orbán így indokolatlan kelti ezt a ostromlott várérzést a magyarokban. Hát bazd meg, tényleg mindenki minket basszogat. Igaza volt a Szilárdnak, tudod, amikor megírta, aztán visszavonta a cikket, hogy a magyar az új zsidó. Ja, igen, igen, igen. Csak nekem ez már egy kicsit sok. Aha. Hogy mennyit akarok, hogy nyerjünk. Semmi más vágyam nincs. A németek ellen. Egy undorító góllal. A németek ellen is nyerjünk. Most tényleg megyünk? Megvettem nektek aiba a jegyet. Tényleg megyünk. Aiba? Vettem aiba. Az drága lesz, bazd meg. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Csapda. Ez csapda. Mi történik? Te ajándékba vettél jegyet? Ma annyira gyűlölöm a németeket, hogy gondoltam, akkor veszek nektek is jegyet, hogy együtt gyűlöljük őket. Jó. Én nyitott vagyok bármire. Én is, csak gyanakvó. Tehát kíváncsi vagyok, hogy mit akar az Ambrózérből kihozni, hogy jó ajándékba vett jegyet. Hát drága lesz, de hát egyszer élünk. Felszámolja rá kamatot. Mire ott vagyunk a meccs napján, tudod, addigra kiderül, hogy ez nem is úgy volt igazán. Nem, biztos kapott ingyen a Csányitól, és kiengeszteli. Tényleg, fizettél érte? Kurva életbe. Jó van. De nem majd azért dühöngőbe megyünk, vagy oda megyünk? 105-ös, nem tudom. Aha, az nem szerintem. Jó. Jó. Szerintem nem, hogy bár én mondjuk azért a dühöngőt a hangulatban szeretem, csak hangulat az jó, csak én a sportot nem bírom már, mert ezek a Kárpátián brigádesek, ezek az meg mint egy általáskai torna órán úgy ott képzelik magukat. Tehát, és akkor most gogoljunk le, és akkor most álljunk fel, és akkor most ugráljunk meg, ilyenek, az egy öreg ember vagyok, hát az én térdem ezt már nem bírja. Jó, szóval akkor megyünk a meccsre, azt mondja, hogy 19-e, ugye? 16. 19. Azt mondtad 19? 16 az Hollandia. Ja, akkor 19. Alig várom már. Pici babakóra múlt a német drukker. Ja, nem? Jaj, a hajóágyú meccs sem megy. Na jó. Utolsó hírünk. Képzeld el, ilyen gyorsan eljutottunk. De ez viszont hosszú hírig. Lesz, ez egy fél órás. International Ingafingot küldött Safranek Belpest orra alá. 105-ös szektor. Tényleg akkor, na, aki akkor azért nem tudom, ilyen közösen német ellen egy gyűlölet szelfit csinálni velük, a 105-ös szektorban leszünk. Ott leszünk. Igen. Na, szóval mi történt? Hát nem tudom, mondta valakinek valami, az a név, hogy Salman Rushdie, úgy Rushdie, hívják? Igen. Ő a FAM csak kicsit föl kellett menjen a Mr. Tájfelhez.
Én olvastam számára Ázsdét, amúgy. Te nem vagy normális, bazd meg, nézd meg. Hogy az éjfél gyermekei, azt hiszem úgy nevezték. Aha, ami nekem tökre tetszett. Tehát ez mi is, az meg már irodalmilag annyira butala vagyok. Persze, hogy mindjárt eszembe jut, tudod, ilyenkor már kicsit lassan. Szóval a International Farm. Mágikus realizmus, ez az. Tehát a mágikus realizmus, mint irodalmi műfaj, amúgy tök frappás. Igen. Aha, Dél-Amerikában űzik, meg nagyon jó lesz az ipart, meg Mexikóban, tehát egy tök jó ízért. Márquez, meg ezek, vagy mi? Többek között. Különben a dél-amerikai irodalmat, azt mindenkinek csak javasolni akarom, sokkal jobb, mint a nem tudom én a... Skandináv? De legalább a fociuk jobb, mint a mexikóiaknak, nem? Szóval a International Farm az most nagyon oda puszilt egyet a Veselényi utcának, hogy mit olvas, Krasznahorkait, vagy vele volt felolvasó? Lenyűgözve olvastam Kertész Imrét, Konrád Györgyöt, Nádas Pétert és Eszterházi Pétert. Egyszer pedig részt vehettem egy közös felolvasáson Krasznahorkai Lászlóval. Micsoda név. Soha. Ez a Belpest All-Stars, az ugye a Bunyós Pityú meg a Sláger Tibu, ez a belpesti íróverzióik. És én, hogy mondjam, én azért érek a gyanúpára, hogy nem olvasott. Aha, ezek képzelhető. Nem lehet, hogy nem kínozza magát ezekkel, vagy... Tehát azért az meg Krasznahorkait, én ismertem egy gyereket, aki Krasznahorkait olvasott, de többet nem. Nagyon kenyű, az még azért Magyarországon is azért viszonylag egy szűk társaság, aki végigolvas egy Krasznahorkai könyvet. Tehát, igen, te többet is? Nem. Tehát azt én is érzem, hogy ezek az írók, főleg ezek a olvasók bántalmazásában hisznek. Igen. Hát a mondat szerkesztésük az biztos, hogy nem olvasóbarát. Más az elképzelésünk az olvasóra. Én mindig úgy gondolom, hogy én próbálom szórakoztatni az olvasót, amikor nem vagyok geci másnapos, akkor nem tudom az alanyt meg az állítmány se egyeztetni, de hogy igyekszem szórakoztatni az olvasót, és utána, amikor látom, hogy kevesen olvasták meg, mert rosszakat írnak róla, akkor akarom megverni őket. De ezek meg előre akarják megverni őket, hogy egyszerre. Igen, ezek úgy vannak vele, hogy az a Puzsérnek volt egy nagy megfejtése Eszterházira, hogy a posztmodern mondatfűzés, hogy olyan, mintha vennél egy jegyet a MÁV-ra, mondjuk most már ez megvalósult, és akkor kisiklik a vonat alattad, de hát a MÁV így tervezte a pályát, hogy nem érnek össze a sinek. Ez az Eszterházi könyvei, ez meg, tehát én is megpróbálkoztam egy-két Eszterházi könyvet. És nem sikerült? Igen, hamar letettem, hogy vagy velem van a baj, vagy valami mással. És Heideggert olvastál már? Nem. Ezután rájöttem, hogy nem velem van a baj. És akkor hát így, hogy mondjam finoman, azért nem nézem ki ebből a csávóból, hogy ezeket tényleg végigolvas, hogy csak lehet, hogy csak tudja, hogy kell. Tudom, akkor... Tudja, hol van Veselény utca gépontja, és azt így bizgereli. Kirakja a nyelvét, és akkor a két ágú kis nyelvecskéjén, akkor mind a két ágával így bizgereli. Lehet, hogy más ahogy én szoktam. Igen. Ahogy én minden szoktam. Testrészébe kapott már bicskát az araboktól, tehát meg a nem araboktól is csak muszlóztak. Persze. Na szóval én is szoktam laoszi lapokat olvasni. Igen. Mert elszórakoztat, hogy a furán kunkorodnak a betűk. Lehet, hogy a Rásdi is így olvasta magyar lakonyokat. Egy újabb ékezet, de furán. Belvietinái cimborád, aki a fületbe sugná, hogy milyen szerzők menők Belvietinében, vagy mi a főváros Vietinne, ugye? Valami ilyesmi. Akkor tudnád, hogy mit kell mondani, hogy a Vietinnei Veselényi utcának kedveskedj, tudod azt a hat szerzőt, akik őse olvasnak, csak ott menők. Persze. Annak hát lehet, hogy azt mondták, hogy elmondja ezt a hat nevet, akkor visszakapja a szemét. Igen, ha elmondja ezt a hat nevet, akkor nem kap izét, fogpiszkálót. Na és amelyik, mert sajnálom, tehát ez az a sátáni vers. Hát semmi, ez a sátáni ártalmatlan, csak a címe, tudod, ezek az iráni protestánsok, ezek nem olvasnak semmit, csak így hallják, hogy mások élvezik a szexet, meg az irodalmat, és már fatlát izé. És mennyivel igazabbuk van, mint másoknak, hogy nem olvassák az elmárást, itt nekem. Amúgy nem gyanús neked, hogy kriptoprotestánssal van dolgunk? Hát a zenebetiltásán elkezdtem azért gyanakodni, mert az aztán a kávé. Aztán meghallgattad a zenét, amit betiltanék, és egyetértettél, ugye? Hát én nem tiltanám be, csak mindent a sajóval hallgattatnám meg. Ez sokkal jobb. Szoktál modern emberek vagyunk. Szoktál házi állatokat kidobni az ablakon nem. Azért, hogy bennük van a sátán? Nem szoktam. A nézők nem tudják, hogy miről beszél az angolzik. Megadja, olvasott. Ezt én találtam, ez a Tom Hollandnak a könyve egyébként, azt hiszem Keresztény Világ címe. Ő játszott a Pókembert, és írt egy 600 oldalas könyvet a kereszténységről. És hát azt hiszem, hogy Keresztény Világként lett a fordítás, de amúgy Dominion az eredeti címe. Ez ugye ez a mózesi
uralom. Tudom, mint nagyon... a Panterától a Dominion. Panetra, igen. Pontosan az onnan jön, igen. Igen. A Mózes domináció. Előtt, Mózes előtt még a Panetra volt. A Panetra na domináció, és a, azaz. És a vulgáris diszpléjről. És ez kijegyzeteltem ezt, vagy ez kiírtam ezt a mondatot, hogy egyszer, amikor egy idegen kutya ment be a szobájába, Luther, már mint a Márton, egyébként 31-én veszük fel ezt az adást, Luther, aki nagyon szerette a kutyákat, démonként azonosította és kidobta a torony ablakán. Szóval az meg, az a helyzet, hogy... Az fordítva történik, mennyivel máshogy alakul a történelem, látod? Tehát az a helyzet, hogy ugyanezt a mutatványt, ugye a Borát eljátszotta a csótányokkal, de ő legalább... De ő fizetett, ő megvesztegetni akarta a csótányokat, hogy menjenek ki onnan, hogy alakot váltottak, de a Luther az nem, az meglátta a kutyát, azt mondta, hogy démon, és kibaszta az ablakon. Igen. Pedig szerette a kutyákat, ugye? Legalább futballozni tudnak, ja nem? Azt majd 19-én megnézzük. Amúgy különben a haverom, persze ifjú korában, nem most már felnőtt komoly családos ember, de ugye az Ágoston Balázs volt az, aki mindig megijedt a töményi taltól, hogy jaj, most már megittam. Hát most mondjak még kedvességeket? Persze. A csupa jó tényleg a protestások. És a nácik kapcsolata? Na jöhet. Azt mondja, hogy Lutherán. 1933-ban, abban az évben, amikor Hitler birodalmi kancellárra nevezték ki, a protestáns templomok Németország szerte Wessel csatadalának eléneklésével koronázták meg a reformáció éves ünnepét. A Horst Wessel Lied. A Horst Wessel Lied, igen. Ja, nem. Ritka elmebeteg egy ízét. Hát ez a minket bánt a reakció, meg a vörösök, meg nem tudom én micsoda. És hát de az egész zene, nem az, hogy a szöveg milyen bazd meg, hanem neurotikus zenéjükkel van. Uh-huh. Mondja, a berlini székesegyházban egy lelkész szégyentelenül utánozta Göbbe ezt Wessel, prédikálta, úgy halt meg. Nem ahogy, utánozta Göbbe, csak így beszélnek a németek. Hogy a Jézus. Miért nem lehet elhinni? Majd a biztonság kedvéért hozzátette, hogy Hitler az Isten által küldött ember. Hát az elképzelhető. Melyik Isten, a Wotan? Igen. Azt mondja, hogy... Leküldte az Isten, hogy menjen már innen picsába. Az Isten által küldött ember a Hitler, és akkor a következő izében az van, hogy kint az erdőben lelkes fiatal nemzeti szocialisták nagy mágiákon égették el a Biblia másolatait. Na, hát akkor megvédték a kereszténységet a bolsevik pogányságtól. Jó van. Köszönjük szépen ezt a nagy siker volt a védelem is, meg az egész kereszténység is hálás lehet nekik. Ja igen, mert az is kurva jó volt, hogy a Himmlernek ugye volt egy 50 éves terve a kereszténység teljes felszámolására, és mit gondolsz? Hát szerintem a csirkeneveléssel jobban tervezgetett, mert csirkenevelésben sikeresebb volt, mint ebben, de... 50 éves terv a kereszténység teljes felszámolására. Ezt azért így dolgozz hát már ezt azért nyújjóban gondolnám, hogy vannak ilyen tervek, de azért józan ember nem tervezett a éve. Jó, de ezek németek. Igen. Lásd, de ezért tudod, a von der Leyen-től az 1000 évig tartó migráns paktum. Abban most belementek? Vagy most mi van azzal? Most elfogadták a fejünk fölött? Vagy hát nem tudom, most ilyen 4 frontos háborút hív jelenleg a német asszonyság. Aha. Igen? Persze. És hogy hát már hollandok is izé hátba támadták a migráns paktumot. Ajaj. Aha, azt mondták, hogy tök jó, csak nem kell nekünk digger. Van elég már válogatottban. Így se tudjuk megverni a magyarokat, már nem kell több négerbe. Na, szóval számárásdi. Olvassatok rengeteg. Na, hogy olvassa akkor. Akkor ezek szerint jó? Én arra építettem fel, mindent, amit olvastam, az jó volt, nem mondom, hogy túl sokat, pár könyvét olvastam. Csak így tovább. Egyik másik tetszett is. Aha. Na most már akkor belefeküdhetsz az Eszterházyba meg a Nádasba. Mesélj már nekünk erről a meccsről, hogy ezt tényleg meghiszünk egy meccsre. Uh-huh. De ez nem olcsó ám 3 jegyet venni másoknak. Nem. Mi történt veled? Lehet, hogy azóta már elkezdett pénzt keresni valahol. Hát nem itt, az biztos, de valahol de pénzt azt keres. Azt nem fogja nekünk odaadni, az nem azért keres. Valami valahonnan kapott ajándék, nem tudom. Kaptál 3 jegyet ajándékba, ezt el tudom hinni, de hogy veszel nekünk. Vettem, megvettem. Ennyire gyűlöd a német először, az Ambróz életében először pénzt adott ki, mint a hollandok, amikor a puritánokat föl kellett baszni a hajóra, csak húzzanak el innen. Biztos jó lesz ez a meccs. A németek nagyon tudnak futballozni. Amúgy tegyek azt, amikor olvastam, hogy mondjuk legutóbb nem volt fényes. Jó, majd meglátjuk. Amikor olvastam ezt a Mayflower-t, a holland puritánok fizették, akkor az tényleg az a megdöbbenés volt. Tehát azok már még náluk is gusztusnabbak voltak. A holland protestások kifizették, hogy a puritánok húzzanak el, igen. Hát azok a puritánok, azok elviselhetetlen. Amúgy csak fel kéne fedezni még egy kontinenst valahol. És oda kiket? Hát nem tudom. A kortárs puritánokat, a kommunistákat.
meg a protestánsokat, meg egy csomó mindenkit. Német válogatott. Nem vagyunk németek, nem ölünk meg, de így hagynánk őket, Madagaszkár, hogy felfedezzenek egy új kontinens maguknak. Az új Madagaszkár tervek. Tehát akik át akarják alakítani a társadalmat a szerencsétlen hülye meggyőződések szerint, azokat kell kiértepsékelni, hogy ott van egy szűz föld, azt törjétek fel, színes emberekkel csináljátok, amit akartok, és majd ott berendeztetitek a nektek kedvű világot. Csak a miénket hagyjátok békén. És akkor ilyen... Hát ez már létezik, ez Márta Svinnyár. Nem, oda nem medveszínes. A 10 év múlva ilyen számára esdiként hazajönnek, hogy ki van szúrva a szemük, le van vágva a fülük. És akkor kérdezed, hogy mi történt magával a Safranek, akkor csak néz, hogy hát... Borotválkoztam. Bevándorlókat vittem a szigetre. Obama már beengedték múltkor, de két biztonságot azért állítottak, hogy ne lopjon a néget. Beengedték az Obamát, persze, mert leveles volt a medence, aztán ki kellett szedni valakinek. Azért engedték azt oda bebazva. Na és más, kicsit akkor még a választásról izéljünk. Na az amerikai? Aha. Nem tudom, mert... Nem akarsz szakértőnek menni valami akarok, adásba? Nem, kurvára nem akarok, de hogy egy-két hónappal ezelőtt még bőven az volt, hogy hát itt azért a Kamala az be fogja húzni, mert... Igen, mert színes, a... és nő. Mert... És aztán rájöttek, hogy... Színes és nő, és el tud mondani... Minimum a felelem igaz, de... Értelmes, de azért elmond egy mondatot szemben az elődjével, vagy hát a... Hát az elég több mondat, amit ő elmond. De a több mondatot el tudja mondani. És angol szavakat használ többnyire. De, és aztán most nem tudom, most legalábbis ti azt mondjátok, hogy most a Trump vezet. Hát most úgy néz ki, hogy a Trumpnak áll a zászló, azt még ki tudja, hát hogy a hétvégén kitámad fel. A hétvégén nagyon sok halott. Azt mondja, hogy kedden, ugye? Kedden lesz a választás. Hát szerdára már tudni fogjuk, hogy hány halott szavazott. Hát még a szerdára még nem tudják számolni, mert még nem annyira fejlett demokrácia, hogy egy nap alatt megszámolják a szavazatokat, de jó irányban. Valami összeomlott náluk, mert ahogy néztem, hogy a demokratáknak a fekete kampánya is, tehát hogy oké, elkezdték szétkúrni az előszavazást, és odajutottak, hogy Oregonban meg Washington államban felgyújtották a szavazóíveket gyűjtő leveles ládákat, de tudod, az a két mély kék állam. Tehát ott minek gyújtják fel, így is, úgy is nyernek. Tehát arra se... Annyi csatatér államban, nem valami ilyesmi? Ja, annyi eszük sincs, hogy csatatér államra fordítsák az erőforrásaikat. Felgyújtják a saját izéjüket? Uh-huh. Tehát ez a, tudod, nem a Trump volt, hanem Trump. Bocsánat, valamelyik... test, itt lakik a nagy sárkány, ezt gyújtottad fel, az meg. Azt hiszem pont a izé DJ Vance, már csak így mondom, szóval DJ Vance, megkérdezték, hogy miért tartottak New Yorkban kampánygyűlés. Azért, mert hogy a választás utolsó hetében az inga államokra kell fordítani az erőforrásainkat. Tehát ez pofátlan bemondta, hogy már New Yorkot is inga államnak tartják a republikánusok. Már New Yorkot is fenyegeti, látod? Igen. Hát azért ez szerintem kicsit azért úgy... Ja, én tudom, hogy mi lesz a vége akkor, hogy mit fognak írni a magyar lapok, hogyha mégis nyer a Trump. Hát a Orbán hibája. Bajban van Trump. Már jó, bazd meg, hát majdnem kihagytuk, hát nem írtuk fel. Mit? Hát a Dr. Herr von Romvár. Mi csinált? Bazd meg, mit csinált? Mi csinált? Szerzett egy új vaskeresztet? Na várjál. Nem. És megkeresem, nehogy már kihagyjuk. Orbán a világháborús részvételbe is a békepártiságot látja bele, de valójában Horthy volt a hadbalépés főfelelőse. Hát, nem igaz, hogy nem volt alternatíva, nem igaz, hogy a külső német nyomás kényszerítette Magyarországot, hogy megtámadja a Szovjetuniót és beszálljon a második világháborúba. A nyomás valójában belülről jött, a főfelelősség pedig Horthyé, aki később másokra kenve azt elhazudta a saját szerepét. Állítja Herr von Tristan von Romvár, történészek, újabb? Hát abban igaza van, hogy Horthynak kellett volna mondania, hogy nein, csak én úgy emlékszem, hogy a nyomás az ilyen a dunántúli portugál kisebbség néhány képviselőjétől, például Henrik von Werth-től származó nyomás képébe érkezett, hogy megrészegült ott a Wehrmacht hadosztályoktól, hogy ezek aztán olyan magas amúgy és felső szőke fiúk, hogy biztos, nem értettem, hogy... Tehát tudod, nem szívesen mész ilyen orvos ezeknek az a neve, hogy Hentes Béla, és akkor az meg legyen az a Magyar Honvédség főparancsnak, akik Wehrt Henriknek hívnak. Hát igen, ezt ne tőlem kérdezd, én már a Schwab zénél is fűhúzta volna szemben. Józsefnek. Igen, tehát, de hogy a Wehrt Henrik az például nagy motorja volt annak, hogy lépjünk be azonnal a háborúba most rögtön, mert jó, de... a bolsevizmus legyőzésébe részt kell vennünk, úgyhogy ez... És nem tudom, hogy Herr von Romvár a Wikipédiát felütötte el, mert ott ezek föl vannak. De ezt nem felütötte, ott olvasta, hogy a Hitler kurva nem akart háborúzni, és akkor Horthy szőnyegre csavarta a kedvenc német juhászát, és
utána meg rá is kiabált. Igen, a fiával zsarolt a Hitlert, a Horthy. A Hitlert ugye a korszak, igen, a korszaknak a lakatos márke volt a Hitler, rengeteg fia volt, tudod. És akkor az egyik fiával zsarolta, hogy ezt elviszi, és akkor mondta a Hitler, hogy jó, akkor ezt már nem. Csak aztán elérték, hogy a Hitler ne legyen vádlott. És akkor, ja, tudom, és akkor ide küldték a Wesenmeyert, meg az Eichmannt, hogy győzzék meg a Horthyt, hogy nem kéne ezt. Igen. A békéről, igen. Kérdezte a Wesenmeyer, hogy most mit csinálják magukkal. Azonnal zsigereljen ki minket. Igen. De én nem akarom, de igen! És akkor a Wesenmeyer kicsit arrébb ugrott. A béke barátai nevezett formációt, és próbálták a Horthyt rábeszélni, hogy ne ugorjunk neki Szovjetuniónak. Meg Léci, ne írtsátok már ki a zsidókat, mert ez annyira kellemetlen. Így vert a Horthy kezébe az aranyhal, mondta, hogy a Wesenmeyer, hogy de nekem nem kell, és a Horthy így belerakta az ink zsebébe, de ezt maga elviszi innen. Horthy győzködte a Hitlert, hogy ki kell írtani zsidókat, a Hitler meg hiába próbálta elmagyarázni, hogy bocsánat, akkor nem maradt kártyapartnere. És kivel fogok kultizni? És a Herr von Dr. Romvár pedig most megírta, leleplezte, hogy a vége a dolognak az lett, hogy Magyarország megszállta Németországot. Így van. Az utolsó csatlósárnak egy ravasz terv keretében a Horthy ide csalogatta a várba a Hitlert, és akkor úgy. Amúgy mikor lett ebből ekkora törtem hamisító? Ez, hát nem tudom, hogy de mikor tényleg kezdte van, a szakmát. Ugye volt az a nem is tudom milyen beosztásban, ez a Franz Halder, tudod, neki volt. Vezérkari főnök, ő 41-ben, vagy mikor 40-ben. Írt? 40-ben írta azt a jelentést ugye a vezéreknek, meg a fővezérnek főleg, hogy felháborító, hogy a magyarok ilyen engedetlen gecik, meg kurvára nem akarnak részt venni ebben a háborúban, vagy minden, és hogyha így folytatják, akkor protektorátust fognak csinálni Magyarországból. Ez a rész, ami így, én nem foglalkozom ezzel, de ez így elérhető az interneteken. Tehát hát úgynevezett Wikipédia. Na, a Wikipédián is elérhető, de máshol is, ez a forrás lejött, hogy a Wesenmeyer levele is egyszer-kétszer már megjelent magyarul. Ezek kimaradtak a Herr von Tristan von Romvárnak, bazd meg? Hogy... Leperegnek róla a tények. Nem veszi figyelembe a valóságot. Nem létező hadosztályokról beszél. Nagyjából ezt a Herr von Romvárról. Elkészült a mesterművem. Leleplezem a Horthyt. Fú, ketyús az a csávó. Hát bazd meg, hát ez micsoda hülyeség. Mióta a fütyülésnél szájba vágták, azóta teljesen hülye. Nem szájba vágták, fölrepett neki itt, kinyomták. Hát akkor átkapott, mint a bizony Puzsér. Hát nem akarom kapott. Becsüld alá. A Puzsér azt... De most már Puzsér is kisebbet kapott, amióta az Ábrahámról felmondott. Azóta kérdezett. Most már kiderültek, hogy miről szól a történet, most már újra negyed kapott szerintem. Igen, most persze. Már megint még. Persze, mert ezek a hülyék azt hitték, ugye, azt elmondta a Robi, hogy... Azt hitték, hogy a Rogán a pedofil, és akkor lehetlenül a lakatos márkát. Azt hitték, hogy fölhívták a Gulyás Marci, fölhívta a Partizánba, hogy akkor hogy akkor jöhetné meg minden, és mikor kiderült, hogy nem az lesz, hogy a Rogánnak a kurva anyja, akkor hát, nem tudom, akkor lehetne egy ilyen bevezető beszélgetés, ami nem élő, meg nem. Nem arról lesz szó, hogy a Rogánnak mi a hogy van, hanem hogy a te tornacipőt honnan van. Arról lesz szó. És akkor, hát arról mi nem akarunk beszélgetni. Hirtelen nem lett alkalmas, meg nem akar élőzni. Nem, meg már mégsem már meg a Ned visszavette a kamiont, meg ilyesmi, most már nem. Igen, visszavette a kamiont. Nem tudom, hogy visszavette. Grelet Grúziában nagy sikereket értek el vele ott is, jól. Úr, ezt emlékszem, milyen jó volt, amikor mondta, tudod, hogy fake news, hogy minket a CIA támogat, mi a nettől kaptunk. Igen, az nem az. Jó. Én nem a Fidesznek dolgozom, hanem a Polgári Magyarországért alapítvány. Hát, de a Fednél, vagy a Nednél fel van sorolva, hogy CIA fedőszervezi otthon, hát ez elég bérfedőszervez. Ez egy, mint a Amerikában. Ez egy ilyen, hogy több mindenki által tudott. Értem, de ezt nem úgy kéne, hogy a CIA egy titkos szolgálat, és ezt nem tud, hogy a NED az mi. De tudsz titkot tartani? Hát de ez már így 40 éve így, vagy 50, vagy hát 40-50 éve már mindenki tudja, hogy a NED akkor az a CIA nem, fedőszerve. És miért van még? Ez egy szar fedőszerv. És akkor nem kell megszüntetni? Vagy miért akik itthon működnek, az azt szerinted jól csinálják? Hát szarul vannak fedve ők is, de hát így akkor... egyszer lebuksz, és akkor visszamész még egyszer ugyanabba az áruhába. Nincs más. Akkor 40 éve oda jársz. De nincs más ember. Nincs más, nem tudok egy céget alapítani? Vagy ez bonyolult? Nem tudom, hát én ebben nem látok. Kamaláék már eddig nem jutottak el, hogy akkor lehetne egy KED. Vagy egy red, vagy nem tudom, valamit csináljanak már vele. Tehát egyszerűen... Én csak azt látom, hogy az itthoniak, és egyszerűen
az van szerintem a kelet-európai ügyosztályon, hogy azt mondják, hogy az meg nem tudunk mit csinálni, ugyanezek az emberek vannak, érted? Bármikor azt mondjuk, hogy most már váltani kéne, ugyanúgy megjelenik egy új dallal a Noir. Hát most bazza, mit ugyanaz a problémájuk, Ambrózi, amit szerinted jövők eddig meg kellene oldani a Trumpnak. Tehát ők se bírják kirúgni a Noirat, mert ki a fasz fog énekelni, hát a nagy Ervin vagy ki? Nincs rájuk szükség, tehát nem hagynak őt maguk után. Ebbe egyetértek, hogyha kirúgnának 40 ezer alkalmazottat az amerikai külügyminisztériumban, akkor járna a villamos itt továbbra is. Lehet, hogy a füles tényleg szomorú lenne, mert elmenne a ponázs egy része, de hát most ezzel tudunk. Tudod, ez olyan, mintha a kört ember szakmát választanak, akkor így a megszűnne a média Magyarországon. Tudod, elmaradnának ezek a kemény interjúk, hogy ez volt. Na, és akkor most oda megyünk Magyar Péterhez. Aki köszönni neki. Hogy... Ja, igen, megengedte, köszönjük neki. Jön a kamera. Szervusz, Péter. Szervusz, Körte. És mit megengedte, hogy köszönjünk neki ezt. Mit csinálsz? A beszédemet dolgozom. Látják, itt dolgozik a beszédén, de ez megtörtént, bazd meg. Hát figyelj. Itt dolgozik a beszédén. Utoljára tudod, ez a, még a közmédia, amikor a csúcson volt, amikor még szabad volt és demokratikus, amikor együtt kocogtak reggelente a Gyurcsánnyal a Margit szigeten. A miniszternek megy kocogni, és akkor a közmédia is vele szalad. Válságvágó képei meg vannak, az óriási. Régi szép idők, amikor még a Tóta Vézét magyarázó rajzfilmet csinált, amiben újságíróknak magyarázta el a világ működését, hogy és pénzt kell adni ahhoz, hogy a vonat menjen, csak nem mindenhol kell menjen a vonat. És akkor ebből arra jutott a népkedves Tóta Vé, hogy neked nem kell pénzt adni. Meg te nem kell ezt mindenhova. Tehát nagyjából erre jutott a nép, hogy akkor tök jó ez a rajzfilm, és akkor a Tóta Vén kezdjük el a... Kezdjük el ezeket a tanokat, amiket a Tóta Vé hirdet, hogy például a vidékre nem akkor kell Tóta Vé. Akkor a nép szépen megnézte, hogy mi az, amire nincs szükség, igen, amire nem kell pénzt adni, és akkor ő volt az első. De azért igen, ott tudod, az a menedzser, aki megcsinálja, megjavítja a céget, és akkor rájön a saját célapja, hogy őre kikérdezi. Tényleg, ha már finanszírozás, szerinted ki finanszírozta, ki adta vele végül a pénzt a Fanni kertjébe, ami ugye a, Ned? Azt a képet alakítja az országra, hogy mindenki vagy csöves, vagy transzi. A Ned? Az Európai Unió? Nem. A románok, meg a horvátok. Igen? Uh-huh. Miért, mi, hogy? Hát, mert nyilván szeretnének Magyarországra ilyen filmeket látni. Miért te is adnál pénzt egy olyan filmre, ami bemutatja, hogy Ploesztiben kutyákkal kúrnak az emberek. Ez maga... Miért, ez nem én igaz? Nem adnék rá pénzt, hát az... De igaz, tehát azért dokumentumfilmről beszélek. Igaz. Az igazi transz és az igazi csöves szerelme. Tehát tényleg ezt franco-románok finanszírozták? Uh-huh. De ezzel minket nem járatnak le, tehát ezt maximum a Veselény utcának a... bűvkörébe lehet kellemetlen, meg vagy aztán, ők meg élvezik. Tehát... Meg aztán most lesz egy kisebb lebukás amúgy itt a izének, csak azt még nem spoilerezem el. Mi van? Gyerekeket tornacipőjét? Nem. Na jó, hogy kicsit elspoilerezem. Szóval csávó az más irányból is kapja a pénzt. Milyen csávó? A baloldal új sztár doksi filmrendezője, aki a Fanni kertjét csinálta. Na. Az oda hajol le onnan a pénz jön. De hát az a Szabadság téről jön. Nem, úgy nézem meg, hogy nem mondom, hogy nem. Nem? Nem. Még sokkal izgalmasabb. Ki fog belőle szeretni Belpest a végén? De amúgy is vége van a izének, ez most a vései miatt ilyen rövid lett, majd jövő héten visszajövünk ez a témával, tudod. Ki fizeti a transzcsöves filmest? Talán Bár Brady? Ja, nem, tudod, ez bajnok a... csapata? Írjátok meg kommentben. Én Putyinra gyanakszom, Putyinból kinézem, hogy a Putyinnek van egy ilyen alapja, hogy támogatja a perverzeket. Ahogy mondjam, az igazán érzékeny témát. A kínaiak stratégiája az egyébként, igen. Nyugaton az egyértelmű. Hát ugye van a TikTok, kínaiaknak, kínaiak. És akkor van a TikTok kínaiaknak, ott meg ilyen negyedfokú egyenleteket. Igen. Ott meg a minden hát tudás egyetemem. Ide a táncoló buzik jönnek. Hát a felnőtt teletábbi az a TikTok. Igen, ott meg... Nem tudom, műszaki képzés röviden meg hasonlók. Jaj, de az ázsiai termelési mód. Inkább stopjál tornacipőjét a Népligetben, ott van a hozzáadott érték, nem az a baznak, hogy televíziókat csavarozol össze. Fú, azért ez látszik, hogy ez megütötte őket, ez a sztori. Még az még persze, hát még az Ede is ott, hát ez a tornacipő sztori. Uh-huh. Még az Ede is ott. Ede az először törölte a hozzászólásokat, amiben megkérdezték, hogy ez akkor most hogy is van ez a... Uh-huh. dolog, és akkor, hát nem és akkor kifakadt, hogy nem tudom én micsoda, és igen. Hogy Fidesz. Nem odakint jártak a szörnyek, hanem odafenn a színpadon. Igen. Az volt a probléma. Hát de ki gondolta volna, hogy
Belpest buziai pedofilok is egybe. Én biztos nem számítottam erre. Ki gondolta volna ezt a rendező, nem csak azokban tett kárt, akik nem tudtak neki visszaadni 20 ezeresből? Hát írjátok napok, meg kommentben. Napok óta ez. Talán Bár Brady, vagy a Temeri Muszáról bajnok csapata? Ábrahám Robi leszűkítette, hogy a pedofilok között van ám egy buzi rendező is, és akkor így nézzünk, hogy na hát kösz. Tudod, az abból a táncos filmből az a buzi. Kösz. Hát akkor most ezzel most ugyanazt a kört rajzolod, nem lesz kisebb, ugyanaz a nagyságú kör lesz. Tehát ki lesz mindennyien rendben? Tudjuk szerintem, hogy igen, avval kezdődik? Igen? Mm. Nem tudom, hogy örüljek-e vagy ne, de most már kíváncsi vagyok egyszerűen. Annyi név van a fejemben, hogy most már szeretném egyre szűkíteni. Hát azért kell az eltemetett SZDSZ-t inkább még jobban, igen, ezt akartam mondani, hogy ne szavazhasson többé. Ne szökjünk. Na, jó, köszönjük szépen a figyelmet, nincs itt a vésai, de ne felejtsetek el pénzt utalni ezért, hogy visszajöhessen. És nem volt ki elkésen. A vésai eladó, a vésai pénzzel megvehető. A vésai nem tűzoltó, nem azért csinálja, ő a pénzért csinálja. Hát mondjuk a jövő heti adás, az kérdés még, hogy a jövő heti adás még nem tudjuk, hogy lesz, de megpróbáljuk már oldani. Hát lakásszínházban legfeljebb. Most vannak kavarodások, hogy mi lesz a jövő heti adással, arra készüljetek föl lélekben, és ha akkor nem találkozunk, akkor találkozunk a meccsen. Nagyon jó. Gyertek, mert az Ambrózi állítólag ajándékba vett nekünk egyet. Gyertek ki, és nézzetek jó futballt. Az Ambrózi most már jó futballt akart, annyi volt. Annyira jól csinált, hogy rendező is lehetnék, most úgyis lesz üresedés. A tornacipőt figyelj, már mindened megvan. Igen, én már túl vagyok a beavatáson. Na csá! Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Na, hogy állunk? Alig jön valami. Itt tönkre fogunk menni. Fogd meg a vizemet már, csak ez jutott sör helyett. Egy gombóc fagyi, egy téglavaj, egy jobbfajta gírosztál ára. Hogy legyen hajó ágyud. Meg nekünk is. Meg a Jákob Petinek is. Szóval ne legyél már ilyen köcsök, hogy kérni kelljen. Mi itt érted is harcolunk. Meg az európai értékekért. Ha mi elveszünk, te leszel a következő. Adjál pénzt! Hozzánk egy árva fillér nem gurul ezért. Sem Sorostól. Sem Korányi Dávidtól. Sem Mészáros Lőrinctől. Sem a NÁC német nagykövetségről. Csak a ti mikroadományaitokon múlik. Mondjuk, aki a hajóágyúban nem keresi meg az évi 100 milliót, az hülye. Úgyhogy alapítottunk erre egy céget. De ha nincs pénz, tönkre megy. Ha nincs pénz, nincs táb. Nincs gép. És nincs hajóágyú. Ha ezt akarod, nem kell tenned semmit. Ha viszont mégis szeretnéd, hogy legyen, akkor a videóink leírásában mindig megtalálod, hogy mi a teendőd. Adni mindig jobb, mint kapni.